Sátoraljaui helynek is vannak 1956-os hősei, Józsa György, Kummer Károly és a nemzetőrség tagjai, akik Sátoraljaui helyen is felmerték emelni szavukat a rendszer ellen. Történetük az élő forradalom, melyet azoktól kell megismerni, akik még élnek és részt vettek az eseményeken. Erről beszélt Szamosvölgyi Péter polgármester az 1956-os emlékjelnél mondott beszédében. Hősök akartak lenni, de mártírok nem. Mégis nagyon sokan közülük mártírok lettek, vállalták a mártíromságot, pedig szüleik mondták neki, fiam, lányom, ne menj ki, ebből még baj lehet. De hősök voltak, és mártírok lettek. És nekünk utódoknak, önöknek, nekünk, és mindenkinek, aki most a járvány miatt nem tud kijönni, és itt él Magyarországon, vagy a magyarul dolog a szíve határon túl, kötelességünk van ezeknek a hősöknek, ezeknek a mártíroknak az örökségével kapcsolatban. A folytatásban dr. Alakszai Zoltán megyei kormány megbízott beszélt. A fiatal politikusnak a családjában is volt, aki részt vett a forradalmi eseményekben, így számára is élő a történelem. A mai viszonyokhoz való összehasonlításban azt említette meg, hogy minden korszaknak megvannak a maga kihívásai. Hát láthatjuk, hogy mi zajlik most a világban. Mi zajlik körülöttünk, akár itt a járványhelyzetet tekintve. Most nem vérrel, nem karddal, nem fegyverekkel kell harcolni, hanem nagyon sokszor saját magunkkal. És hogyha arra gondolunk, hogy most milyen áldozatokat kell hozni, le kell mondanunk dolgokról, le kell mondanunk közösségi együttlétekről, le kell mondanunk nagyon sok olyan dologról, ami valóban emberré tesz minket, de például ebben a korban most ezzel szolgálhatjuk a legjobban a hazánkat, illetve a szűkebb vagy tágabb közösségünket. Tehát én abban hiszek, hogy mindenkornak, minden korszaknak megvannak a kihívásai, a lényeg a testtartás. Az ünnepségen adták át a városi Pro Urbe díszpolgár és közszolgálati elismeréseket is.